amikor a Zabajkához kerültél oktatónak, vagy zenekarvezetőnek, vagy művészeti vezetőnek, hogy hogyan emlékszel vissza azokra az időkre? Mikre emlékszel szívesen? Hát ez egy érdekes időszak, azt gondolom, mert többször is visszatértem ugye a csoporthoz, tehát nem az volt, hogy egyszer oda mentem, aztán eljöttem és többet soha, hanem gyakorlatilag ilyen bumeránként visszajárok a mai napig ugye hozzájuk. Hát a legelső alkalommal igazából eleve ismertem már ugye az egész csoportot, hiszen mi is a Pázmándiakkal, a Népdalkörrel gyakorlatilag ide járunk 20-25 éve a Népdalkörhöz is, aztán utána igazából ugye őket is megismertem ennek folytán folyamatosan, és jó érzéssel jöttem, meg utána is jó érzéssel voltam itt. Én azt gondolom, hogy azért a veszély egy olyan biztos pontja a csapatnak, meg az Orsi, tehát nekem ők voltak ketten gyakorlatilag, akiket így az elejétől fogva azt gondolom, hogy ők egy ilyen meghatározó személyei a csoportnak, illetve a két régi fiú, még ugye Karcsika meg a Feci. Tehát, hogy szerintem ők azért egy ilyen régi jól megszokott kis csoport. És nekem nagyon szimpatikusak voltak alapból, és úgy gondoltam, hogy fogok is tudni velük együtt dolgozni, pontosan emiatt, hogy megvolt már ugye egy bizonyos kapcsolat, és nem teljesen nulláról kellett kezdeni igazából az ismerkedést, meg mindent. Nagyjából tudtam azt is, ugye, hogy milyen csoporttal állok szemben, hogy mennyi az, amit ők tudnak, tudom, hogy mi az, amit szeretnek, mi az, amit nem szeretnek. Tehát eleve már ugye egy más érzéssel jöttem, meg fel tudtam megkészülni, hogy mégis mi az, amit hozzak nekik, milyen anyagot vegyünk bele a következő csokrokba. És szerintem ez ott helyek közel sikerült is, tehát nagyon jó hangulatok mindig ugye a próbák, hiszen őnáluk is ugyanúgy, mint ahogy nálunk is a Kacagányban, arról szól, hogy gyakorlatilag egy nagy család, hiszen mindenki mindenkiről gyakorlatilag mindent tud, és együtt élnik meg a mindennapjaikat, meg rengeteg mindent, ugye jót is, rosszat is folyamatosan. És igazából tehát abszolút pozitív volt nekem a kezdet. Meg amikor úgymond először, hogy ott hagytam őket, vagy elmentem, tehát akkor sem azért, hogy hú, most én valami megsértődtem volna, vagy nem szeretem őket, hanem igazából nekem az időhiány, tehát azért rengeteg csoporttal vagyok, és ugye a többinél általában én vagyok a vezető és művészeti vezető is, itt ugye csak művészeti vezetőként, illetve besegítőként voltam, tehát eleve más volt a funkcióm betöltése a csoportnál. Én azt gondolom, hogy nagyon jó kis próbáink voltak. Én tényleg nagyon, nagyon szeretem így a csapatot. Hogy negatív van-e? Persze, biztos, hogy volt, de én mindig olyan vagyok, hogy próbálok a jóra emlékezni, és nem a rosszakat megtartani. Persze nyilván voltak olyanok, amikor nem akartak a fiúk énekelni, meg ilyenek, és akkor az asztalra csaptam, illetve hát ugye a veszélyeknél próbáltunk ugye rengeteget ott hátul a kis házban, tehát mi pont ez az időszak volt, amikor gyakorlatilag minden héten ott próbáltunk velük. És szerintem az is egy olyan más hangulat, hogy tényleg ott helyben, háznál, nem más az is, amikor egy művelődési házban próbálunk, vagy egy másik teremben, hanem tehát ott, hogy valakinek az otthonában, vagy az otthonából ad egy szeletet a csoportnak, meg nekünk, az szerintem megint egy annyira más érzés, és ez itt nagyon jól működik náluk. És ebben az elmúlt időszakban is az itt levéseidben, van-e olyan momentum, amit kiemelnél, vagy van-e olyan több esetleg, ami nagyon pozitív volt, amire szívesen emlékszel vissza? Hát nem is tudom. Volt egy csokor, amit összeraktunk, egy ilyen pákozdos, huszáros, tehát ugye a 48-as évfordulóhoz, vagy az 48-as csatához kapcsolódóan igazából, itt amikor mentünk, és azt hiszem, hogy az egy nagyon jó csokor volt, és azt például nagyon szerették. Tehát rengeteg éneket beleraktam, hát nyilván ugye katonadalok, tehát inkább a fiúk énekelték, megküzdöttünk vele, mert tényleg baromi sokat küzdöttünk vele, hogy meglegyen az a csokor, de utána egy olyan jó hangulatú csokor lett belőle, most ismétlem itt saját magam, de hogy tényleg egy nagyon jó hangulatú kis összeállítás lett belőle igazából. Tehát az például egy úgy nagyon megmaradt bennem, meg több tájegység volt igazából, amiket ők szerettek volna megtanulni, és amik olyanok voltak, hogy
hogy tényleg tetszett nekik igazán, na hát olyankor mindent, tehát akkor a csillagokat is le lehetett velük hozni az égről, és tényleg mindent meg lehetett csinálni, és nyilván ezek nekem is nagyon pozitívak voltak, tehát ezek nagyon, nagyon megmaradtak. És aztán utána, amikor ugye én közben a kacagánynak is ugye a vezetője vagyok, voltam akkor tájt is, és aztán utána volt egy tájai fellépésünk, az ominózus tájai fellépés, ahova meghívtak bennünket, ugye a Tiszafolk Alapítványnak a népzenei táborának volt ez a farsangi bulija, és akkor mi ott megcsináltunk egy lakodalmas összeállítást, és azt gondolom, hogy így az volt a csúcspont, tehát hogy itt a két csapat nagyon akkor kovácsolódott, azt gondolom, össze igazán. Mert akkor mi éppen Dinnyésen is, meg Gárdonyban is a lelkész, a református parókiánál próbáltunk ott az imaházban, és hát azok a próbák, tehát az tényleg ilyen nem is tudom, tehát ilyen néha egy kicsit már ilyen vicc kategória volt, tehát, de tényleg annyira jó hangulatban, és amikor ott úgy este odaérkezik mindenki fáradtan a munkában, és igazából így mindenkinek már itt tele van a hócipője az egész nappal, és akkor esünk neki, és akkor álljunk neki, mert muszáj, mert mindjárt mennünk kell, és gyerekek, gyertek már, és csináljuk, és akkor elkezdjük, és utána meg gyakorlatilag nem akar hazamenni senki, mert olyan jó hangulatban, meg olyan, és szerintem nekik is nagyon megmaradtak, tehát az enyémek is, tehát a kacagányosok is sokszor emlegetik, meg most, amikor próbáltunk ide a jubileumra, tehát akkor is például a keddi próba az lett, hogy elpróbáltuk a Galgamentit, és akkor utána valamelyikünk így hülyeségből elkezdte, és akkor mondom, hogy hát ha elkezded, veszi, azt hiszem, és hát akkor most már játsz végig, akkor fejezd be, és nekeltünk, és gyakorlatilag majdnem az egész lakodalmas csokrot lejátszottuk, mert hogy annyira benne volt mindenki, és mindenki csupa vigyor szájjal csinálta, tehát az egy nagyon-nagyon maradandó élmény volt, szerintem nekik is, meg nekem is. Szerinted mi az együttes jövője? Mi lehet a jövőképük nekik? Hát azért többennük én azt gondolom, hogy van egy olyan összetartás mindennek ellenére, tehát azért annyi mindenen túlmentek, annyi mindenen keresztül mentek, tehát annyi mindent megéltek már egymás mellett, hogy szerintem ezt tudják így folytatni. Tehát, hogyha akarják, hogyha bennük van az akarat, hogy már pedig igenis maradjon meg a zenekar, és csinálják tovább, mert ez jó, akkor szerintem meg tudnak maradni. Tehát én azt gondolom, hogy meg tudnak maradni, mert hogy azok, akik esetleg kevesebbet járnak próbára közülük, tehát akkor is megvan, tehát most is, ahogy végignéztem őket, amikor az első csokrot játszották, tehát olyan jó érzés volt, tehát engem így borshozott a hideg rajtam, amikor az első csokrot játszották, mert akkor így előjöttek bennem is azok az érzések, amikor én átvettem őket, hogy elkezdtük, hogy mik voltak azok, amit Marcsékkal vettek, és akkor elkezdtük a régi csokrokat előszedni, hogy de akkor rakjuk rendben, mert azokat tudjátok, azokkal lehet fellépni, és akkor úgy közben elkezdtük az újakat is. És szerintem egy kicsit most, én azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvény az egy dopping. Tehát utána én azt gondolom, hogy ez tud működni, tehát ez annyira benne van utána, hogy ha valaki esetleg megfordul valakinek a fejében közben, hogy ő ezt most köszönöm szépen, itt ezzel lezárta és abba hagyja, én merem állítani, hogy utána is fogja folytatni, mert visszajön. Lehet, hogy aztán megint majd előjön neki ez, hogy esetleg ott hagyná a csoportot, de ezek akkora doppingok az embernek, tehát én ezt nagyon sokszor megéltem már, hogy volt olyan én nekem is, hogy na, most itt befejezem, és akkor ezzel a csoporttal tovább nem, és akkor most itt lezártuk, és egyszerűen nem tudja az ember megcsinálni, mert ők is ebben élnek, tehát nem véletlenül élt már meg ennyi évet a zenekar, meg, és ők, tehát nyilván ugye ráadásul most van két új tag is, akik ugye frissen jöttek, Alíz is visszajött, tehát én azt gondolom, hogy ez jó egy frissítésnek az alapcsoporthoz, és szerintem ez egy működőképes történet, hogyha tényleg akarják ők is. Igen. Hát, köszönöm.